Megújul a Somogyvári Széchenyi Kastély parkja. Jelentették be hétfőn egy projektindító sajtótájékoztató keretében Somogyváron. Nagyon ritka az ilyen lehetőség, hogy egy ilyen tényleg gyönyörű park, egy gyönyörű épülethez tartozó park megmaradt ennyi időn keresztül. Nem pusztították el, nem ment tönkre, nem lett belőle MotoGP pálya, hanem úgy, majdnem úgy, ahogy ezt az elődök megálmodták, ahogy ez annak idején 160 éve ezelőtt megálmodásra került, meg tudták tartani, és rettán fejlesztették is. Ez a fejlesztés ugyanabban a gondolatmenet, gondolatiságban és ugyanabban a értéken alapján történt. Szabó Gábor, a Térteam mérnöki Kft. Vezető tervezője elmondta, hogy a projekt előkészítését, beleértve az engedélyezési eljárásokat is, már közel 4 éve elkezdték. Kiemelném a történeti kutatást, ami hosszú-hosszú évtizedek óta feltárta a Kastélypark legjelentősebb történeti momentumait, amit ki tudtunk egészíteni kertrégészeti munkákkal is. A kivitelezés most kezdődik, a most alatt 2014 áprilist kell érteni, és nem sokkal több, mint 1 év áll rendelkezésre a jelenlegi finanszírozása és a pályázati feltételek szerint. Az intézmény a kivitelezési munkálatok alatt sem függeszti fel működését. A hatékonyság az mindkét fél részéről, az intézmény részéről és a kivitelező részéről is kölcsönös megértést és türelmet fog igényelni. Részben a kiviteli időszak is, ha lehet így mondani, azért ilyen rövid, hogy minél gyorsabban átessenek a résztvevők azokon a kellemetlen dolgokon, amin nem jó sokáig benne maradni. De tekintve, hogy a körülbelül 30 hektárnyi kastélypark jelentős része megújul, ugyan érdemi és nagyon intenzív munkák fognak folyni az épület közvetlen környezetében is. Ez talán 1-2 hónapra, mint kiviteli munkavégzésre le lehet rövidíteni a kastély környezetében végzendő munkákat. Legalábbis ezt reméljük. A rekonstrukció célja a kastélykert eredeti állapotának visszaállítása. Kicserélik a növényzetet, füvesítenek, utakat alakítanak ki. Széchenyi Lajos, a legnagyobb magyar Széchenyi István bátyja indította el a kastélyépítést a 1850-55 közötti időszakban. A Széchenyiek 1700-as évek közepén szereztek jelentős birtokot és uradalmat Somogyváron. Jakó Gergely, a Somogy megyei közgyűlés alelnöke egy Vas Albert idézet köré fűzte gondolatait. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. Ez egy nagyon bölcs és nagyon találó mondás. Ha vannak értékeink, már pedig én úgy gondolom, ez a kastélykert egy olyan érték, amit tovább kell vinni. Gondolják végig Párizsban. A magyar kormány akkor fontosnak találta, hogy ezt a kastélyparkot megmutassa a világnak. Én úgy gondolom, hogy ha nekünk ilyenünk van, ezt meg kell őrizni, ha kell, akkor fel kell újítani, és az unokáinknak, illetve a következő generációnak át kell adni megőrzésre. Azt gondolom, hogy az itt élt Széchenyi családok, illetve a Széchenyi család itt élt tagjai emléke előtt való tisztelgés nyomán és okán is mindenképpen indokolt a park felújítása. Aztán a kastélyban működő intézmény is megköveteli, hogy egy szép kultúrált környezet vegye körül ezt az iskolát, ahol fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkoznak, és nem utolsó sorban a településre érkező és a nemzeti emlékhelyet felkereső turisták miatt is, akik közül nagyon sokan megnézik a kastélyt és a parkot is, ez is indokolja, hogy egy igazán kultúrált környezetet teremtsünk. A sors úgy hozta, hogy a Brézai parkerdő északi részén ma egy autós pihenőt avattunk a Sefag erejének és ötletének köszönhetően, hiszen azt saját forrásból csinálták, és most a Brézai parkerdő másik részén ezt a 23 hektáros parkot kezdik felújítani. Azt gondolom, hogy eddig is érdekes turisztikai vonzerőt jelentő hely volt Somogyvár, de ha ezek elkészülnek és szerves egységet alkotnak, akkor még inkább érdemes lesz ide látogatni. A Somogyvári Széchenyi Kastély parkja 180 millió forintos uniós támogatásból újulhat meg. A munkálatokat várhatóan összefejezik be.